Ellenmúló szeretettel köszöntök mindenkit, majdnem azt mondtam, hogy a Veikánz état a Steel Shock nagymester versenyről, a Candidates Tournamentről, Madridból köszönti Önöket Haszon Dávid, Fidemester, Siósak SC oktatója, és a hetedik fordulóból fogunk egy Game of the Day-t választani innen a világbajnok jelöltek versenyéről. Volt számos izgi játszma ebben a fordulóban, de ha már összekeveredett egymással a kedvenc magyar játékosunk Rapport Richard nagymester és a versenyt jelenleg vezető és általam egyébként egy szintén kifejezetten kedvelt játékos Ján Nyepomnyáscsi nagymester, akkor miért is ne az ő játszmájukat néznénk meg, hiszen valamelyest ez a mérkőzés mégiscsak izgalmas és tanulságos volt, tartogatott néhány szerencsés és szerencsétlen fordulatot is a játékosok számára. Azon belül pedig fél távnál vagyunk, a hetedik fordulóval gyakorlatilag újra kezdődik most a kör, vagyis ugyanazok a versenyzők fognak összecsapni ugyanabban a sorrendben, mint az első hét fordulóban, csak most fordított színnel. Magyarán a versenyt jelenleg vezető Ján Nyepomnyáscsi eddig elképesztő jó formában van itt 7 darab forduló után. Nem most akarjátok üzengetni nekem, hanem nézzük a mérkőzést Világossal, Rapport Richard sötéttel, Ján Nyepomnyáscsi valamennyire előre vetíti ennek a mérkőzésnek a végét, azért mégiscsak az, hogy sötét szemszögből fogjuk nézni a partit. Mi történik itt, kérem? Gyalog E4, gyalog E5, Ján Nyepomnyáscsi több egyére ezen a versenyen az orosz védelmet választja feketével fegyveriül, ami egy elég nagyfokú stabilitást ad egyébként feketének. A Nepo stratégiája erre a versenyre az volt, mivel ő már nyert Candidates Tournamentet, ezért egy kicsivel nagyobb pluszban van itt a többiekhez képest, már talán nem Caruanához képest, aki szintén nyert egyet. Nepónak a fő stratégiája egyébként az, hogy nem akar veszíteni. Azt mondja itt a Ján Nyepomnyáscsi, hogy mindenki partikat akar nyerni, pedig hát itt világbajnok jelöltek vannak, nagyon-nagyon nehéz mindenkit megverni. Ha valakit éppen megverünk, az egy jó dolog, viszont az baromi fontos, hogy ne veszítsünk. Ez Ján Nyepomnyáscsi tanácsa mindazok számára, akik valaha világbajnok jelöltek versenyén fognak indulni, érdemes lejegyzetelni. No, jön huszár E5 főváltozat, gyalog D6, huszár vissza F3-ra. Jön egy huszár E4, jön egy gyalog D4, eddig semmi szuper ismeretlen dolog nem történik, sőt egészen idáig a Nakamura Hikaru Ján Nyepomnyáscsi partinak a nyomvonalán vagyunk, ahol is Nepo huszár C6-ot lépett ebben az állásban, és biztos emlékeznek a csatorra hűséges követője, jött Sánc, megjött futó E7, megjött gyalog C4, és egy meglehetősen izgi partiba keveredtek bele. Most a Nepo más fegyver mellett döntött futó D6-ot lépett, ami szintén egy elég népszerű sztori. Jött egyszer Sánc, jött még egyszer Sánc, és így is úgy is megérkezik C4, világos mindenféleképpen nyomás alá szeretné helyezni ezt a D5 gyalogot. Kihasználja ezt a nagyon picike kis féltempónyi előnyét, ami van, hogy ő tud kezdeményezni. Nekiesünk a D5 gyalognak, nyilván a D5 gyalog nem üteti le a C4-et, mert az értékesebb figurát fogjuk leütni ebben az esetben, hanem gyalog C6-tal igyekszik fekete bebetonozni ezt a D5 gyalogot. No, hát egy izgalmas kis kulminációs pontnál vagyunk, itt van igazából az a helyzet, hogy nagyon sokfelé elmehetnek az események, rengetegszer lép itt világos ilyen huszár C3 típusú lépést, és tovább akarná növelni a nyomást a centrum világos mezőim. Miket szoktak még itt lépni. Vannak, akik ilyen C5-ökkel próbálkoznak, ez hosszú távon nem lesz ugyan igazából hatékony sztori. Miért lép itt valaki C5-öt? Hát azért, hogy ilyen vezérszárnyi térnyerést tudjon esetleg a későbbiekben kicsikarni. Ugyanakkor sötétnek egy picivel egyszerűbb lesz a játéka, hogyha ránézünk itt arra, hogy merre fognak menni a figurák. Én inkább a sötét tervét követném ebben az állásban. A Rapport nagymester se úgy nem döntött, hanem lépett egy vezér B3-at. Ami hát elég logikus lépésnek tűnik, hiszen próbáljuk a nyomást fokozni itt a D5 gyalogon, és megpróbáljuk helyhez kötni az ellenfél C8 futóját, akadályozva ebben ezzel sötétet a fejlődésben. Ami most tényleg nem szuper egyszerű, mert hogy kijönne a sorban igazából. Hát itt a futó meg a huszár, akinek fejlődnie kellene egy picikét, de hogyha a futó megmozdul, akkor a B7 gyalog fog leesni, ha a huszár megmozdul D7-re, itt már amúgy le tudok bombázni elég sokszor D5-re. Ami hát, lássuk be, egy elég jó dolog. Az ember gyalog forral, víg terveket forral. Ennél trükkösebb lenne, én a nyári táborban ebben az állásban a valamelyik gyerek ellen játszanék. Alig, hanem bástya E8-at lépnék, ami valószínűleg nem a legjobb lépés, de nagyon kíváncsian várnám azt, hogy ki szeretne belenyalni ebbe a fagylaltba, amit itt felfedett támadás néven. Elég jól ismerek egyébként a saját bőrömön. Jaj, mi történik itt? Oké, a partiban itt a futó G4 jött nagyjából azonnal. Ami hát elég durca és jól mutatja, hogy itt a Ján Nyepomnyáscsinak, Nepo nagymesternek
meglehetősen széles körű a megnyitási felkészültsége, vezér B3 nem egy túlságosan gyakori lépés, azonnal láttempó futó G4-et lépni rá, némi nemű felkészültségre, illetve kohóneszre val, azért mégiscsak itt a B7 gyalogot nagy erőkkel odaadnám itt az ellenfélnek első körben. Ugye azt beszéltük, hogy ez a futó nem igazán mozdulhat meg. Na nézzük meg, mi történik itt. Hát futó G4 azért ez mégiscsak egy agresszív fenyegetés, amire futó E4-el válaszolt egyébként Rapport nagymester, spoiler, de miért futó E4-el ezt akarnám megérteni? Hát, ha érkezik C-jut D5, akkor ebben az esetben sötét közbeiktatással fog reagálni, és igazából erre épül a futó G4, hogy bárkit leüt világos, leüt az ellenfél F3-ra, és G-jut F3 után sem üt vissza, nyilván nem akar huszárt veszíteni, hanem vezér H4 következő közbeiktatott lépéssel megpróbálja megszerezni ezt a H2 gyalogot, és vele együtt egyébként az ellenfél királyát is, amit hát nem lennék igazából világos helyében, hogy lehet kivédeni. És képzeljék, ez még a jobbik út, mert hogyha máshogy vagyunk maguk, hogyha egyből az ellenfél bástyára szeretnénk itt rákamillázni, akkor ugyanúgy futóüti F3 következik, és hát G-üti F3-ra vezér H4 az ugyanúgy egy eléggé erős kombináció, viszont vezér a 8-ra meg, talán itt van az első kis momentum, amikor meg lehet állítani a felvételt, nem felvételt, azt nem állítom meg, a lejátszást meg lehet állítani a kedves nézőknek a space gombra való rátenyereléssel, ugyanis feketének van itt egy egészen szép kis záró kombinációja, sakkütés, támadás, itt az előző játszmák tanulság alapján érdemes ezeket gyakorolni, amikor csak tudjuk. Szóval mindenki lestoppolta, mindenki megfejtette, futó H2 lépés itt az, amivel fekete hát játszmát tud nyerni, király H2 kb. Kötelező, érkezik rá vezér H4, király G1 kb. Kötelező, és vezér G4-el egy csendes lépéssel a G2 gyalogot megkötjük szomorú fűzfához, egyébként meg 1 millió figurával támadjuk, és a mat elkerülhetetlen, hát persze G3-at lehet lépni, és akkor vezér H3 után lesz elkerülhetetlen a mat, hiszen ne feledjük el, ebben az esetben sem a G2 gyalog a gyenge, hanem a G2 mező az, ami gyenge. Úgyhogy a gyalogokat itt eprészgetni nem kell, félnetek, jó lesz, futóüti E4 következett a partiban, jött rá D-üti E4, és érkezett huszár G5, hát gondban van az F3 huszár valóban el kell vinni, megint csak nincs időnk eprészni, sajnos fejlődni sem tudunk, jön huszár G5, ami meg egy okos lépés, ne felejtsük el, fenyegetésre, ellenfenyegetéssel szeretünk válaszolni. Következett futó E7, az ellenfél is ugyanebben van, igen, nyugodtan is le ide, én akkor meg leütök majd D4-re, utat engedek a vezéremnek, ráadásul ránézek az ellenfélnek a huszárjára is. Jött huszár E4 a partiban, érkezett vezérüti D4, és fekete úgy néz ki, hogy egészen jól áll már ebben a pillanatban is. Rapport nagymester azt mondta, hogy jó van, hát én nem fogok most hátrafele lépegetni a különböző lógó figuráimmal, hanem akkor meglépem azt, ami miatt a vezér B3-at megléptem, jött vezérüti B7. És hát ugye gondban van a bástyával, hogy meg kéne menteni, vagy nem, és ne felejtsük el, anyag, téridő, nem csak az anyag az egyetlen, ami számít. Vezérüti E4 következett a partiban. Nos, vezérüti E4 után az állás egy picikét fájdalmas, illetve itt még nem tűnik annyira veszélyesnek a helyzet, világosnak tiszt hátránya van, kötelező gyakorlatilag leütni a bástyát, hiszen máskülönben döntő anyagi hátrányba keveredett volna, és jön egy kövi lépéssel, érdemes megállítani a játszomát, a videónak a lejátszását. Annyira szép ez a lépés, hogy egészen elképesztő. Nem is bírom tűrtőztetni magam, futó H3 következett a partiban. És annak dacára, hogy én nem igazán... ezt még nem itt mondom. Jó, futó H3, mivel fenyeget futó H3? Meglehetősen izgi maga a sztori, Nepo persze ezt is A-tempó lépi, és hát fenyegetek vezér G2 mattal, mint olyannal, amit kettőféleképpen lehet kivédeni, G-üti F3-mal, illetve gyalog F3-mal. Szavazzanak a kedves nézők, melyik utat válasszuk. No, hát mindazok számára, akik azt mondták, hogy gyalog F3 persze, hogy ez az út vezet a vereséghez. Ugyanis gyalog F3 hiába tűzi fel a vezért és a futóját az ellenfélek egyszerre, világosnak annyira szétszórt kelekútja figurái vannak, hogy így is mattot kap, sőt, így kap csak mattot igazán, ugyanis vezér E2-vel fogja itt folytatni fekete, megint mattal fenyegetünk, és hát most megint csak kétféleképpen lehet kivédeni, ki lehet védeni egyszer úgy, hogy G-üti F3-at poslépen meg, csak hogy futó C5 sakk. Néhány figurát persze közbeúszhatok, de király H1 után a kötelező és vezér F1 matta vége ennek a varinak. Ha pedig vezér E2-re a G2 gyalogot úgy akarom megvédeni, hogy bástya F2-t lépek, akkor jön egy sakk, kötelező közbeúzni a bástyát, és hozzuk a következő figurát, Pintér Józsi bácsi hozza mindig a következő figurát, futó célt után mat 2-ben. Csúnya ez az F3, nem lépünk F3-at, persze Rapport nagymester G-üti H3-at lépett, amire jött vezér G6 sakk, király H1 kötelező, jött vezér E4. És hát a felek itt ismételtek némi nemű lépést.
És nagyon-nagyon izgi a helyzet. Rapport nagymesternek eddig 6 játszvából 6-os darab döntetlenje van, még nem igazán sikerült nyernie. Nepo meg már nyert egy csomó partit, az élen áll, talán aztán egy ponttal vezetett ebben a pillanatban. És feketével van, egy nagyon erős mester ellen. Miért ne lehetne az, hogy jön egy kb. Ilyen szűnnap szerűség a részéről, 18 lépésben feketével kikényszerít egy döntetlen. Neki teljesen tökéletes ez az eredmény, amúgy meg van egy bársa hátrány ebben az állásban egyébként, tehát azt se felejtsük el. Szóval vezér G6, vezér E4 után döntetlen a helyzet, döntetlen lenne. De Rapport nagymester itt nagyon-nagyon hosszú gondolkozás után, ténylegesen 30-35 perc gondolkozás után végül gyalog F3-at lépett, gyalog F3 mellett döntött. És hát alig, hanem ezt az időt kihasználta arra, hogy minden általa érzékelhető változatot kitaláljon, kielemezzen, alig, hanem ő már itt out of book volt, mondja a művelt német. Vezér D3 jött A-tempó. Megint csak a Nepo annyira ijesztő ellenfél, hogy neki ez még mind kottában, variban van. És itt akartam elmondani azt, ami itt a következő sztori, illetve még mindig nem itt akartam elmondani. Király G2 jött a partiban. Hát Király G2 ez a kb. Ilyen kötelező sztori. Miért kötelező a Király G2? Király G2-vel az a helyzet, hogy ezeket a vezér D3-akat, amiket itt lépett a Nepo, nagyon nehéz megtalálni, hogy ez tényleg egy ilyen mesteri lépés. Nem sok, nem ütés, támadásnak támadás, jó helyre rakom a figuráimat, és tele van egy csomó ilyen plusz potenciál ez a D3 lépés. Nagyon sokféle fenyegetést állítok fel ezzel, és alapvetően egy tök csendes lépés, és nagyon nehéz rá reagálni. Az a nagy helyzet. Az a nagy helyzet, hogy vezér D3 egy nagyon odaverős lépés, és mit lehet itt kezdeni? Hát lóg az F1 bássa. Az valamelyes nyilvánvaló, hogyha elviszem a bássát az F-vonalról, akkor az ellenfél lecsapja a gyalogomat sakra, aztán megjön futó célt, és itt vége van a dalnak. Szóval ezt kell valahogy mindenképpen elkerülni. És hogyha ezt nagyon el akarom kerülni, olyan csodavarik vannak, hogy elképesztő, ló D2 lépésre, ami megvédi a bássát is, meg megvédi az F3 gyalogot is, de bezárja az C1 futót, itt simán csak vezér D7 van, és a fenyegetésem az háríthatatlan, ló A6-tal el akarom fogni az ellenfél vezérét, valami hasonlatos jött itt a későbbiekben es, úgyhogy ezt most nem elemezzük szanaszéjjel. Ha megérkezik mondjuk bássa F2, és úgy viszem el a bássát, hogy az F vonalat is még mindig igyekszem tartani, akkor sötétnek nagyon precízen kell egyébként itt játszania, de viszonylag szétnyerése van. Futó C5. Megint csak rátámadok az ellenfél bássára, vissza akarom nyerni, és nem csak hogy le akarom ütni a bássát, hanem azt a védőfigurát akarom megsemmisíteni, aki az ellenfél számára itt a leginkább hát megakadályozza azt, hogy mattot kapjon világos. Király G2 kb. Kötelező ebben az állásban, amire jön egy jóképű vezér G6, ez egy fontos kis lépés, itt nem igazán akarnák visszanyerni ezt a figurinót, nem lenne ezzel az állással se probléma, sötét itt is egy picivel jobban áll, de ahogy fogynak a támadó figurák, úgy csökken az esély arra, hogy megmattoljuk az ellenfelet, nem az anyagot akarjuk visszanyerni, hanem az ellenfél királyt akarjuk itt nagyon-nagyon megkötözni, és ezt nézzék, micsoda vari következik itt, hát király F1-et érdemes lépnie világosnak, nem érdemes teljesen magára hagyni a bását király H1 után, még én is látom, hogy itt aligha fog sok babért teremni a fejére játszó játékosnak, király F1-re jön ló D7, mint olyan felfedett támadás, és mindössze annyi a terve egyébként feketének, hogy hozza a következő figurát. Ló D7, ló E5 után az alapvető kis fenyegetésünk az az, mondjuk, hogyha jön egy huszár C3, egy normális fejlődő lépés, hogyha érkezik, akkor kap az ellenfél egy sakkot, és ha kilép G2-re, na most ütök le F2-re, és megint csak nem az anyagot akarom visszanyerni, vagy nem csak az anyagot akarom visszanyerni, hanem a védőfigurát akarom megsemmisíteni, és hát bődületesen szép a történet, király G1 után még mindig van egy tiszt hátránya egyébként feketének, de világos tisztek, nagyon-nagyon szörnyen koordinálatlanok. Huszár D3 itt a nagyon szép lépés. Fenyeget vezér F2, király H1, vezér F1 matt. Ami ellen úgy védekezni kéne valahogy. Csak hát melyik lesz az a világos figura, aki ezt meg tudja akadályozni. Egyes egyedül a futó tud kijönni, és a D1 mezőt, vagy a micsoda, az A1 bástyának az első sort meg tudja nyitni, ha a futó elfoglalja a D2 mezőt. Csak hogy itt is vége van a dalnak, és amúgy ez is egy eléggé szép kis kombó, mert hogy melyik az a figurám, aki állhatna jobb helyen, gondolja sötét, hát ló F2 után ez a ló mennyire jobban áll a H3-on, mondjuk, mert ott éppen mattot ad az ellenfélnek. És ezt itt tényleg nem annyira életszerű kivédeni. Ténylegesen a masina is vezér D7-et javasolja a legjobb lépésnek, és ló H3 után azt mondja, hogy akkor jöjjön vezér H3, vezér H3, de itt ugyanúgy el van veszve világos. Két tisztona vezérre cserébe, gyalog hátrány is van mellé, ez tartozatlan. Úgyhogy kérem szépen, ez történt itt volna akkor, hogyha itt nem király G2 érkezik, pedig aztán
tényleg úgy néz ki, mintha vezér D3-ra így bármiféleképpen lehetne reagálni, és tényleg lehet reagálni a király G2-vel, más egyel, más F2-vel, meg nem tudom mivel még, de egyik rosszabb, mint a másik. Eléggé fájdalmas helyzet. Király G2 után Nepomnyásy azt mondja, hogy no, para, hát adok egy sakkot ellenfél, menjél szépen vissza, én meg jövök D3-ra. Hát itt a lehetőség arra, hogy nagy erőkkel döntetlenezzünk egyet, és jön ló D2. Hát Caruana miközben miután a Caruana végzett, megkérdezték őt erről a meccsről, hogy akkor itt mi a véleménye, hogy Huszár D2 ez mennyire volt jó lépés mégül is világostól, világosnak még csak bás előnye van, meg ilyenek. És az izgi az, meg ezeknek a játékosoknak a felkészültségi szintjét jól mutatja az, hogy bár én erre az állással a fasorba se találtam partit, azt mondja itt a Caruana, hogy hát ezt a vezér B3-as lányt ezt ezért nem igazán játsszák, mert hogy a buli végén van futó H3, és futó H3 után ez az állás ez full döntetlen. Hogyha jót akar magának világos, akkor itt amiben bele kell menni ez az örökössak. Hogy ez mennyire egy ismert dolog. Hát, Caruana, neked ismert persze, sőt Nepónak is ismert egyébként, sőt azt gondolom, hogy rapportnagymester is ismerette, de hát mi a helyzet Ricsivel? Egy eléggé szorult szituációban van, mégiscsak 50% alá lépen, ami tök decens. De úgy igazából akkor lehetne sikeresnek mondani egy világbajnok jelöltek versenyt, hogyha az ember nyer is néhány játszmát. Sőt, hát akkor lehet az ember világbajnoki kihívó, hogyha elkezd játszmákat nyerni. Egy ponton játszmákat kell nyerni ahhoz, hogy az ember az első helyet szerezze meg. És a nagy egészét nézve a dolgoknak, nyilván a pénzdíjat levonva az egészből, ami nem cseké, de hogyha nagy egész nézzük, akkor aki ezt a versenyt megnyeri, azt legalább a történelemkönyvekbe felvésik, hogy ja, egyszer az emberke játszott legalább világbajnoki páros mérkőzést, de hogy ki lett a második, vagy ki lett a nyolcadik egy ilyen versenyen, hatalmas különbség nincsen. Nincsen a között, hogy senki nem emlékszik arra, hogy ki volt második egy Candidates tournamenten. Jó, mi történt itt? Hát az történt itt, hogy vezér D3, király G2, vezér G6, sakk, király H1, vezér D3 után Nepo másodjára is felajánlott azt, hogy jóval legyen döntetlen srácok, aztán menjünk haza, lesz egy kis pihenőnapunk. Rapport nagymester ló D2-vel folytatta, ami megvédi az F1-bását, megvédi az F3 gyalogot, elvileg minden kerek, csak hogy a másik fenyegetést azt viszont megengedi, vezér D7 után befogják az A8 vezért. Nem tud elmenekülni szerencsétlen királynő. Megint csak elég koordinálatlanok vagyunk, jaj, de jó lenne lépni itt egy futó F4-et, vagy valami ehhez hasonlót, hogy legalább kihozva a figurákat, és utána meg bástja a egyet mondjuk, hogyha az a 23-ra értelmesebb helyen lenne, de nincs olyan értelmesebb helyen. Sajnos össze vannak zavarodva világos figurák, jön 23-4 a partiban, és hát ló a 6 után viszonylag könnyűszerrel az ellenfél belemegy ebbe a végjátékba, ami még mindig izgi, hiszen mégiscsak két bástya van a vezérért cserébe. Időnként hall az ember olyan mondatokat, hogy a két bástya azért jobb, mint egy vezér, ebben egyébként általánosságban egyet is lehet érteni, de nem pont ebben az állásban, ahol nincsen igazából királyállásunk, ahol van egy pár ilyen gyenge gyalog, akivel sötét, könnyebben tud mit kezdeni, hiszen a vezér az egy nagyon agresszív támadó figura, agresszívabban támad, mint a két bástya, két bástya meg hatékonyabban, ám de lomhábban. Úgyhogy fehér, hogyha léphetne még 3-4-et, akkor igazából nem lenne gondja megvédeni a gyengeségeket, de nem léphet egyszerre ennyit világos. Jött futó F4 a partiban, valamiért, én se annyira értem, jött vezérti H3, sötétbe gyűjt egy gyalogot. Bássa arról D1, hozzuk a következő figurát, bássákat a nyílt félig nyílt nyílóvonalakra, megkezdődik ez a párbaj, ahol a vezér táncol két bássával, vagy a vezér birkózik két bássával. A helyzet az, hogy ezekben az állásokban, szerint megfigyelésem szerint, hogyha van még néhány könnyű tiszt, akkor a vezér azért hatékonyabban tud oda csapni, mint a két bássa. Ha nem lennék könnyű tisztek ebben az állásban, én egyébként még fogadnék is világosra, bár a királyállás ténylegesen gyenge abban a szempontból, hogyha sötét el is baltáz valamit, akkor is az esetek nagyobb, legnagyobb részében döntetlen lesz egy ilyesmi állás. Szóval egy picit egykapú ez a helyzet. Világosnak az egyetlen terve nagyjából az lenne itt, hogy valahogyan megpróbálna egy szabad gyalogot felnevelni a vezérszárnyon, mégiscsak itt van 3 gyalog a 2 gyalog ellen, itt kéne játszani, és közben meg valahogy nem mattot kapni. Na jó, érkezik gyalog H6, bűdületesen tetszik ez a lépés világbajnokhoz méltó lépés egyébként, mert jelenleg nyeszpesíts, nem kell sietni, szovjet végjátékiskola első szabálya. Az biztos, hölgyeim és uraim, hogy nem akarok semmiféle változatban azért nem nyerni én itt feketével, mert hogy valami alapsori mattot elnéznék. Úgyhogy H6, ez egy mélységesen profilaktikus lépés, levegőt engedünk a királynak, egyébként pedig majd később lehet, hogy G5-ot akarok én lépni, mert kicsikét rá nyomulni az ellenfélre itt a királyszárnyon es. H6 lépések nekem nagyon tetszenek, oly sok jó játékos van, aki kihagyja ezeket az ilyen
várakozó állásjavító lépéseket. Nem, hogy konkrét dolgot nem annyira lehet itt csinálni, mert feketével jött futó G3, érkezett huszár C5, Nepo tudja, hogy huszár a tábla szélén egy sírás a parti végén, hát azt nem kéne erőltetni. Érkezett huszár C5, jött bássa F-ről E1, jött huszár E6, visszük a huszárt a következő jó kis spotra, A3 jön H5 lépés, amit tempóvesztésnek tűnik, de nem egy kardinális hiba egyáltalán, sőt, hát nem hogy hiba, hanem hogy egy fenyegetés, nemes egyszerűséggel H4-et szeretnék lépni, arrébb zavarni a futót és lecsapni az F3 gyalogot. Jött bársa D3, azt mondja itt a Ricsi, hogy jó van, persze, H4 után elviszem a futót, te meg ne csapd le az F3 gyalogot. Jött vezér F5 a partiban, érkezett gyalog B4 lépés, megindul valamennyi offenzíva itt a vezérszárnyon, megnézzük, hogy mennyire leszünk sikeresek, érkezik ez a nagyon személy gyalog H4. És a gyalog H4 miről szól igazából? Hatalmas nagy dolgot nem csinálok, egyrészt egy direkt fenyegetés, lóg a futó, el kell valahova vinni. B8-ra vitte a futót rapport nagymester a partiban. H4 gyalog áldozatnak a lényege az, hogy ha futó H4 jön rá, akkor huszár F4-jel itt be tudunk hatolni az ellenfélnek a kis pocakjába, és nagyon-nagyon izgi mezőket kezdünk el ellenőrizni a huszárral, hát nem egy ideális történet. Ha másra D-ről E3 következik, akkor vezér H3-mal már is itt van ez a nagyon szép kis kettős támadás. Ha érkezik mondjuk bássa D4, mint olyan, akkor megjön huszár G6, és a helyzet az az, hogy ide is meg oda is támadunk, az F3 gyalogot begyűjtjük. Azt mondja itt bolondos gyerekkori edző Máté Gazsi bácsi, hogyha nézzünk nagymester partikat, amit kifejezetten érdemes figyelnünk a szemünkkel, az a huszár vándorlás, hiszen a legtöbb tisztnek a helyzete, ha nem is teljesen egyértelmű, de hogy nagyjából kitalálható bárki számára, viszont a nagymesterek vagy a huszárokkal bánnak, az mindenféleképpen egy követendő, utánozandó dolog, mert kevés a szakirodalma, és miért ne utánozná az ember a nálánál okosabb, erősebb, jóképűbb játékosokat. Jött futó B8 a partiban. Ugye az F4 mezőt védjük valamennyire. Ló F4-re valószínűleg lecsapnánk azt a huszárt, nem engednénk ott garázdálkodni. Jött huszár G5? Jött bássa D-ről E3, ami volt itt elméletileg itt a kardinális hiba, mert hogy bássa 1-ről E3-at javasolt itt a masina, ami hát még leírva is vicces, mert bársa E3-nak írja a számítógép. Másrészt ez annyira kontraintuitív lépés egyébként. Nem olyan tiszta számítógépszerű, hogy persze bársakat a 3-as sor egyik se túl aktív, de jól összeférszedik az állást. Megint csak Lógi 5-öt leütni sem volt annyira rettenetesen érdemes. Lógi 5-re leütik a D3-at. Sorry, not sorry. Úgyhogy milyen egyéb lehetőség vannak még? Hát kb. Ennyi, bársa D-ről E3 következett a partiban. Jött huszár üti E4. Érkezett F-üti E4, nyilván nem bársa üti E4, mert akkor az F3 gyalog az ingyen elrullik, sőt utána még valószínűleg mögé küldöm ezt a H3 lépést is, elkezdtünk megérkezni. A partiban következett, ja igen, hát huszár E4 jött, de miért nem huszár üti F3, jogosan írnátok itt kommentben, hát mégis csak ingyen gyalog. Vigyázzunk, a kötések azért mindenféleképpen érvényben vannak, és hiába esetett jobban ebben a partiban, elég egy rosszat lépni ahhoz, hogy a játszva fenekestül felforduljon. Jó, jött huszár üti E4, jött F-üti E4, érkezett vezér F2, mint olyan, levegőtlen királyállást igyekszünk létrehozni itt az ellenfélnek a sorai között, érkezett gyalog H3. A fenyegetés egyébként sötétnek gyalog H3 volt szintén, ugye H3-mal meg akarom fenyegetni az ellenfelet a jóképű mattal, és ha leüti az ellenfél, akkor az E1 bássa látná kárát ennek, rapport nagymester H3-mal kivédte azt a sötét, tovább tudjon előre menetelni a királyszárnyon. Jött futó E7, melyik az a figurám, aki rosszul áll? Futó, hozzuk őt a támadásba. Érkezett futó H2, hozzuk a következő figurát, jött futó G5. Érkezett futó G1 lépés, mint olyan, hát amúgy kicsit sanyarú itt a helyzet, mert hogy lóg az E3 bássa, és hogyha valahova elmegy ez a bássa itt a harmadik soron, hát jó sok helyen leütjük, egyéb helyeken meg az E1-et ütjük le. Ha az ellenfél bássa elmegy E2-re, akkor ez most csak tipp, ezt nem elemeztem ki, de szerintem vezér F3 után leszeretném sodorni róla a H3 gyalogot. Úgyhogy futó G1. Fenyegetése ellen fenyegetéssel válaszol rapportnagymester, jött vezér D2, és ugyanaz a fenyegetés, hogy össze akarjuk zavarni az ellenfélnek a bássait, nem akarjuk, hogy hosszú távon ők védegessék egymást, érkezett bássa 3-ról E2, érkezett vezér D3, hát ennél több gyalogot most nem is tudok megtámadni nagy hirtelen, és most már nincsen bássa E3, ami elég kellemetlen. Jött futó E3, futó F6, megint csak, hogyha itt sötét szemszögéből nézzük a támadásvezetést,
vagy akár világos szemszögéből nézzük a védekezést. Egy ilyesmi állásban biztos, hogy nem akarok futót cserélni. Egy vezér nem csinál nyarat. Van ez a nagyon híres mondásunk. Magyarán egy darab vezérrel itt szépen ide-oda ugrabugrálhatunk, de általában maximum örökös sakkokat tudunk kihozni egy ilyesmi állásban. Kell nekünk egy könnyű tiszt, aki segíti a vezért, és ezért a Jánnyepomjási kiment itt a cseréből. Futóti A7-tel Rapport nagymester begyűjtötte az A7 gyalogot, csinált egy szabad gyalogot magának, de hát így szemre érezzük azt, hogy 1 millió lépés mire abból az A gyalogból bárki lenne, és hát érkezik vezér H3 sakk ebben a játszmában. Hát ez itt már a vég, kérem szépen, 40. lépés, a játékosok kaptak plusz 1-1 órát, ami következtében Jánnyepomjásinak az órája visszament 2 óra fölé. Magyarán itt az első 40 lépése 1 óránál is kevesebb időt használt el. Hát ez durva, kérem szépen. Rapportmesternek komoly időzavarban volt egyébként, Nepónak brutális jó felkészültségi szintje van itt az orosz védelemből. Könnyen lehet egyébként, hogy ezt még a Magnus Carlsen ellen találta ki ezeket a line-okat, mert stabilan kell tartani magunkat feketével. Ez a nagyon-nagyon-nagyon régi mém itt a nagymester partikat nézve, meg a nagymester versenyeket, amikor ezek a jóképű játékosok egymással összecsapnak, akkor általában a világossal szeretnének inkább nyerni, sötéttel pedig megelégszenek gyakrabban a döntetlennel, inkább ki akarnak egyenlíteni. Nagyon nehéz ugye ebből a fél tempó, ezt a fél tempó hátrányt egyáltalán csak ledolgozni, és utána meg kezdeményezést is, meg átütő erő támadást művelni. Általában, hogyha egy nagymesternek kérdezik meg a stratégiáját, és megkérjük azt, hogy kőegyszerű tő mondatokba válaszoljon, hogy mi is megértsük, akkor általában ezt fogja mondani, fehérre nyerni szeretnék, sötéttel jó remi. Mert egy másik GM ellen játszok, ahogy nyer, hogy verjek meg valakit sötéttel. És ez a fajta megnyitás itt az orosz védelem, ez egy bűtöletesen stabil kis cucc, ezen a szinten az amúgy mennyire zsír dolog, nem? Képzeljék el, van 2770 élőpontom, nem igazán tudnak megverni engem ebben, sőt, úgy néz ki, én verem meg az ellenfelet. Világosan megjátszok nyerésre és gyűjtöm be a pontokat. Ez akkor nehéz, amikor az embernek van mondjuk 22 élőpontja, mint mondjuk nekem, aztán szeretne 2400-os lenni, mint mondjuk én, és itt van egy ilyen tök jó megnyitás, mivel feketével kiegyenlítesz, csak 2000 élőpontosok ellen, meg 2100-osok ellen még a kiegyenlítésnél picit több kéne. Úgyhogy nagyon jó kis megnyitás, mi itt a házi feladat ebből, legyünk baromi erős sakkozók és játszhatunk orosz védelmet anélkül, hogy rajtunk lenne a győzelmi kényszer. Jó, érkezett a partiban király G1, mert mi más? Jött vezér G3 sack, és hát megint csak döntési szitu előtt van világos, vagy visszamenjen a király a H1-re, vagy a király F1-re menjen. F1-re ment a Rapport nagymester, egyébként király H1-be se lett volna sok köszönet, amúgy itt már nagyon szép a kivégzés mindenféle szempontból, vezér F3 sack, amire hát van 3 darab szabályos lépése világosnak, ha bássa G2, akkor még én is látom, hogy H3-mal igyekszünk itt megpaskolni a G2 bássát. Ha érkezik király G1, akkor ebben az esetben jön futó C3, és a zavar teljes az erőben, ugyanis lóg az E2, hogyha az E1 arrébb megy, és az E1 is lóg, úgyhogy ez eléggé bajos. Bássa E3-ra vezér G4 van egyébként, és mindenféleképpen le fogok szedni még egy minőséget az ellenfélről, és mindig folyamatosan fokozom az előnyömet. Lehet, hogy ennél vannak konkrét dolgok is, de ez gyűjtegettem ki. Ha király H2 érkezik, akkor a futó E5 után király G1 ugyanez a vari, csak egy lépéssel később vagyunk, de lépésrevel ugyanabban az állásban vagyunk. Ugyanaz a fő problémája van itt a világosnak. Úgyhogy vezér G3 sakk után hát király H1 is eléggé felejtős volt, király F1 következett a partiban, amire jött nemes egyszerűséggel H3. Mennyire egyszerű játék a sakk, kérem mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, végjátékoknak döntő 100%-a szól erről, hogy van elég vezérem, menjen előre ez a H2 gyalog, egészen addig fogom előre küldeni, még vezér nem lesz belőle. Taktikai gyalogot csináltam belőle, 6.-7. soron álló gyalogok már annyira fenyegetnek az átváltozással, hogy konkrétan egy gyengeséget jelentenek az ellenfél állásában. Valahogy meg kéne védeni azt a gyalogot, ki kéne védeni a gyalog H2-t. Futó G1 következett a partiban, amire sötét lép, és Rapport nagymester feladta rá a mérkőzést, futó H4 lépésre. Azt mondta Ricsi, hogy köszönjük szépen, de nem szeretné folytatni az ellenállást. Mi itt a fő probléma? A fő probléma az, hogy futó H4 lépés után van egy csomó ilyen egyszerű fenyegetésem, például vezér F3 sakk. Felfedett támadás és az ellenfél összes létező figurájának összezavarása. Nézzék meg, mennyire betömörültek itt a védővilágos figurák, de még ez sem elég egy vezér ellen. Ha jön bássa F2, mint olyan, egyébként, hogy a vezér F3 fenyeget, tehát mondjuk bássa F2-vel szeretném ezt kivédeni, akkor érkezik rá gyalog H2. Meg lehetett volna állítani videót, de
Nézzük meg, így is elég szép. Hát mi a gond? H2 után, a futóval üti le az ellenfél, akkor vezér F2 mat, ha bássával üti le az ellenfél, akkor meg vezér E1 után lesz néhány lépésen belül mat, ha nem üti le, akkor meg megy be a gyalogit vezérkének. Úgyhogy ilyen nincsen igazából. ha meg jön itt esetleg futó H2, akkor jön ez a vezér F3 sakk, és ugye az alapvetőleg ez volt a kis cucli, hogy kilép az ellenfél, én pedig tovább növelem itt az anyag előnyemet. Bassz. Nyilván itt sem lehet igazából világossal tartani az állást. Bársa plusz futó vezér ellen már eléggé vénig szokott lenni, így, hogy nincsen királyállás és mindenféle mattok fenyegetnek G2-n. Ilyenkor legszeresebben újraindítanám az egész felvételt, mikor ilyesmi dolgokat nem veszek észre, de már megy vagy fél órája, úgyhogy ezt nincs kedvem még egyszer elmondani, de ja, nagyon szépen elkezdtem itt számogatni, mélyen tisztelt nézőközönség, 2300-as élőponttal haszon fidemester, itt vezér A3-at akartam volna önöknek itt megjavasolni, úgyhogy ne nekem higgyenek, kérem szépen, drága kedves nézők, hanem a saját szemüknek, a saját logikájuknak, mindössze annyit szeretnék, hogy a megtalált jó lépések mögött legyenek szellemi munkák. Nem kell tökéleteseket lépni, egyébként vezér A3 nem rossz lépés, tehát kicsi kívül nem olyan erős, mint vezér G2. Na jó, hát ezzel a rendkívül bohókás sztoriban fogunk itt elbúcsúzni. Mégsem sírni akarunk, hiszen Rapport nagymester elveszítette az első mérkőzését itt a Candace Tournamenten, míg Ján Nyepomnyásy a negyedik számú partiját nyerte meg, ami hát eléggé durva. Vajon meg tudja állítani valaki ezt az embert? Spoiler, hát ez a videó egy picivel a Candace Tournament után jön ki, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Szóval orosz védelem, meglehetősen stabil kis megnyitás, és a helyzet az, hogy pont az verseny előzetes állása volt az, ami eldöntötte alig, hanem ezt a mérkőzést. Hiszen hogyha itt a Ricsi mondjuk plusz egyben van, a Nepo meg szintén plusz egyben van összesen, akkor itt király G2 után nagyon vígan döntetleneztek volna egyébként. De valószínűleg a Ricsi úgy volt vele, hogy hát most állok éppen a nem tudom, negyedik vagy az ötödik helyen, vagy éppen a harmadikon, teljesen mindegy. Meg kéne vernem az első helyezettet egyrészt, hogy szerezzek egy kis önbizalmat, másrészt, hogy bizonyítsak itt saját magamnak is, hiszen oly mindegy, hogy második leszek vagy nyolcadik. Úgyhogy elkerültük itt a döntetlent, küzdöttünk, aztán ráfáztunk, van ilyen egyébként. A Nepomnyásy pedig rányúzta a Port nagymester ezt az állást. Egyébként ebben meglehetősen jó egyébként. Tehát egyébként igen. Már mint feketével. Ha van egy ilyesmi állása, van egy picike kis előnye, és még mindenféle őrült fenyegetések is a előtérbe tudnak keveredni. Ebben a Nepo bűdületesen király, egyébként Rapport nagymesternek szintén ez egyik speciális képessége, úgyhogy ebben verték meg a Ricsit, amiben itt meg még jó is. No, köszönjük szépen a megtekintéseket, kedves nézők! Nem sokára érkezünk a 8. forduló Game of the Day-ével, ami már egyel jobb híreket fog tartogatni az önök számára. Haszon Dávid voltam, jó napot kívánok!